Kedves megjelentek! Köszöntöm Önöket Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznodókoki Kft. Nevében a kormányzatot. Tisztelettel köszöntöm Herceg Zsolt urat, Mezőtúr Város polgármesterét. Boldog Istvánt, országgyűlési képviselő urat. Attila Viktor, Mezőtúr Város alpolgármesterét. Köszöntöm Tóth Lajos munkakapitányt, valamint Györfi Sándor, Munkácsi és Kossuth díjas szobrászművészt, a Kun szobor alkotóját. 2018. március 15-én nemzeti ünnepünkön Magyarország köztársasági elnöke Kossuth díjat adományozott Györfi Sándor részére, melyhez ezúton is gratulálunk. Továbbá köszöntöm Szabó Andrást, a Bodogi Fodor Helytörténeti Egyesület elnökét. Kérem, hogy a megemlékezés kezdetén közösen énekeljük el a himnuszt. Felkérem Herceg Zsolt polgármester urat, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata nevében köszöntse a megjelenteket. Tisztelt képviselő úr, Kun kapitány úr, tisztelt meghívott vendégek, tisztelt jelenlévők, önkormányzatunk nevében nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai megemlékezésünkön mindannyiukat. Tisztelt jelenlévők, önkormányzatunk számára rendkívül fontos az, hogy folyamatosan ügyeljünk arra, hogy az hagyományaink, a történelmünk, az értékeink mindig fókuszba kerüljenek, és ezekre nagyon-nagyon vigyázzunk, és hát nem utolsó sorban arra is törekszünk, hogy ezeket a felnövekvő nemzedékek számára átadjuk, hogy ismerjék az itt élő fiatalok is azt, hogy Mezőtúrnak milyen történelmi gyökerei, múltja van, mennyi mindenre, mennyi értékünkre lehetünk büszkék, és hogyha ezt így tesszük, úgy gondolom, hogy Mezőtúrnak ebben az esetben lehet jövője. Gyökértelen nemzedéknek nem lehet sikeres perspektívája jövőképe. Én szeretném megköszönni most is az idei esztendőben Szabó Andrásnak azt, hogy emléknap
tulajdonképpen kitalálója és szolgalmazója volt annak idején, hogy azt követően jött létre ez az emlékhely, amelyen minden esztendőben emlékezhetünk a KUN hagyományainkra is. Legyen ez így még nagyon hosszú időn keresztül, mindannyiunknak azt kívánom, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltek jelenlétünkkel, megtisztelik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, polgármester, szavait. Felkérem a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit ünnepi műsoruk megtartására. Köszönöm az ünnepi műsort. Továbbiakban felkérem Tóth Lajos kunkapitány, hozza meg ünnepi gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kapitány! Engedjék meg, mi nagy kunkapitányok nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem mindnyájukat, akik fontosnak tartották, hogy megjelenjenek a kunkapitányok. Ismét eltelt egy év, így aztán újból itt állhatunk valamennyien éles esemény kapcsán a KUN emlékkutatás. Egy olyan népre emlékezünk ma, melynek saját, önálló történelme. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is kérem röviden, de engedjék meg nekem, hogy egy rövid történelmi áttekintést adjak önöknek. A KUN török nyelvű nép, melynek birodalma a 10-11. Század táján az ázsiai sztyeppéken óriási területen feküdt. Már a 11. század végén Kapocs vezetésével betörtek Magyarországra, ahol Szent László király csapata megállt parancsolja. Innen származnak a László király unokkal vívott csatáiról szóló történeti mondák, majd a 13. század elején összeütközésbe kerültek a mongolokkal, így megindultak a kunok azon a nagy vándorúton nyugat felé, melyet már megtettek a szkéták, hunok, avarok és magyarok is évszázadokkal korábban. Kötöny Kán vezetésével bebocsátást kértek IV. Béla magyar királytól. A király 1239 húsvétján eleget tett a kérésnek, hiszen a kunok befogadásától remélte a meggyengült királyi hatalom megszilárdulását és a mongol támadás ellenőrzését.
A beköltözött népet a magyarok nem fogadták szívesen, sőt a mongolok szövetségesének tekintették. Kötönyt és családját lemészárolták, amiután a kunok családjaikkal és marháikkal kivonultak a Balkánba. A tatárok végig pusztították országunkat, majd visszavonultak az ázsiai sztyeppékre. Béla király 1243-ban visszahívta a kunokat az Alföld pusztává vált területeire, és fiát, a trónörökös 5. István, kunok fejedelem lányával házasította össze, megpecsételve ezzel a két nép közötti szövetséget. A fiú Kun László király megalkotta a Kun törvényeket, melyek rögzítették a kunok kötelezettségeit, kiváltságát. Közvetlenül a nádor felhatóság alá tartozta a autonómiát, önállóságot. A török hadjáratok után falvaink nagy része elnéptelenedett, az 1699-es összeírás a jászságban 11, a nagykunságban 2, a kiskunságban pedig 5 lakott települést talált. Így nem csoda, hogy a Jász-Kun előjáró tiltakozás ellenére 1702-ben a Jász-Kunság a német lovagok birtokába került. A Rákóczi szabadságharc idején a Jász-Kunság népe a fejedelem oldalára állt, mert benne látták a kiváltságot és az elveszett szabadságot visszavalóját. Az eredményre 43 évet várva Mária Terézia 1745. május 6-án kelt, oklevelében pénzbeli megváltás fejében visszaadta a Jász-Kunság kiváltságait. Ez volt a redemció. A Jász-Kunok példás összefogása vállalták, hogy kifizetik a több mint 500 ezer rajnai forint záló összeget. Csak érzékeltetésképpen, ezt szinte minden évben ugye megemlítjük, a redemcióban résztvevő családok erejükön felül átlagosan 2-3 szürke marrával járultak hozzá a közös célhoz. Ezen felül 1000 lovas katonát állítottak ki, és biztosították a nádor és a tisztségot viselők járatóságot, akik megváltásban részt vettek, és földhöz jutottak, ők lettek a redemcióban ismerését erősíti az is, hogy 2014 tavaszán Magyarországgyűlés május 6-át emléknapán jelentotta. A redemciós megemlékezés központ ünnepsége minden évben az egykori hármas körök központjában, Jászberénybe kerül a rendezésre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Saját történelmünk van, melyet visszagondolva egy nagyon rögös út, sok nehézséggel, szenvedéssel. Az idő próbáját viszont kiállt ez a nép, és nagy örömmel könyvelhetjük el, hogy kultúránk él, és hiszem, hogy élni fog még évszázadokon keresztül. Ez csak rajtunk múlik, gazdag örökség maradt ránk, melyet tovább kell vinnünk. Számos hagyományőrző szervezet, neves képzőművészeink és szellemi műhelyénk erősítik a Kun öntudatot a kis és nagykunság területén. Mi Kun kapitányok azon dolgozunk, hogy hagyományainkat tovább örökítsük az erre nyitott társadalmi rétegeknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők! Az évszázadok nem tudták eltörölni a kunokat, melynek nagyon jó megerősítése és bizonyíték az is, hogy ma itt állhatunk a mezőtúri Kun. A kunok a 13. századi betelepülésük óta eltelt több évszázad alatt akarva, akaratlanul beoltottak a kunokságot. Együtt élték életüket jóban, rosszban, de mégis megtartották identitásukat a magyar mellett, melyet mi is nagyon fontosnak van. Büszkék vagyunk erre, és ez a büszkeség talán az egyik éltetője annak, hogy meg tudtuk őrizni önazonosságunkat, hagyományainkat. Kívánom, hogy ez maradjon még így nagyon sok évszázadon keresztül, és mivel ez év szeptember végén megválasztásra kerül a következő nagykun kapitány, egyúttal azt is engedjék meg nekem, hogy mind a szervezőnek, mind pedig Mezőtúrváros vezetőinek megköszönjem azt a fajta tiszteletet, illetve kiváltságos szerepet, hogy minden évben, 3 évben keresztül meghívást kaphattam a jeles rendezvényre, és itt lehettem önök között. Köszönöm szépen! Megköszönöm Tóth Lajos szavait. Lélekszalag elhelyezésére felkérem Boldog István országgyűlési képviselőt. Lélekszalag elhelyezésére Mezőtúrváros önkormányzata nevében felkérem Herceg Zsolt polgármester urat.
Jászlajkon Szolnok megyei kormányhivatal, Mezőtúri járási hivatal részéről, Ránc Péter Béla hivatalvezető. Lélekszalag elhelyezésére felkérem Tóth Lajos kapitányt. Lélekszalag elhelyezésére felkérem Körfi Sándor, Munkácsi díjas és Kossuth díjas szobrászművész, a Kunszobor alkotóját. Lélekszalag elhelyezésére felkérem a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Képviselőit. Lélekszalag elhelyezésére kérem fel a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület elnökét, Szabó Andrást. Lélekszalagot helyez el a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Túli Polgári Kör és a Fidelitas Mezőtúri Szervezete. Lélekszalagot helyez el a Mezőtúri Lokál Patrióta Egyesület. Lélekszalagot helyez el az újvárosi hagyományért.
kérem a kormányzatot, helyezzék el a világszalagokat. Tisztelt megjelentek! Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték mai rendezvényünket. További szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!